A két hetes edzőtábor után ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Szlovéniában 4 felkészülési meccset is játszott a csapat, szerb, orosz és szlovén, többségében első osztályú gárdák ellen. Egy találkozót nyert a Spari, 2 lett döntetlen és 1 kapott ki. A szakmai stáb minden tervezett munkát elvégeztetett a kerettel. Sikerült egy nagyon színvonalas, tényleg jó helyre ment a csapat, tehát amit elterveztünk, meg tudtuk csinálni, mind teljesítményben, mind munkában és pihenésben ideálisak voltak a feltételek. Szerencsére a sérülések is elkerülték a csapatot, hogy azt gondolom, hogy jól sikerült a munka. A munkát új technikai berendezések is segítették, mellyel folyamatosan figyelhették a játékosok fizikai állapotát. Ez nagyon nagy előrelépés, főleg azért mondom ezt, mert én ezekkel az eszközökkel még nem dolgoztam, így most első kézből láthatom, hogy mennyiben segíti a munkánkat. Sokkal jobban tudunk figyelni a játékosok állapotára, sokkal inkább tudunk differenciált edzést tartani nekik, és így sokkal inkább egy szinten tudjuk tartani őket. A keretben több változás is volt a nyári szünetben, sok új játékos érkezett, így idő kell, amíg igazán csapattá formálódik a Spari. Rudolf Gergely csapatkapitány szerint jó úton haladnak. Sikerült azt elvégezni, azt a munkát, mind fizikailag, mind csapat, mind taktikailag, amit a mester szeretett volna. Meccsek is úgy gondolom, hogy jól sikerültek, néhány apró hibát leszámítva. Úgy gondolom, hogy úgy jó eredményeket is értünk el, meg igazából nekem tetszettek ezek a mérkőzések, mert gólokat is szereztünk, meg taktikailag is sokkal fegyelmezettebbek voltunk, főleg védekezésben. Most ugye a kapott gól miatt ez annyira nem tükrözi, de azokat olyan egyéni hibákból kaptuk, amit úgy gondolom, hogy majd a bajnoki mérkőzésen ki fogunk javítani, és nem fér majd bele, hogy ilyen butaságokból gólokat kapjunk, de alapvetően úgy gondolom, hogy jól sikerült ez az edzőtábor. Vasárnap még egy edzőmérkőzést játszik a Nyíregyháza, a cigány elleni meccs lesz a főpróba. A jövő héten már megkezdődik a szezon, a Spari Budafokon lép először pályára.